Nem Kormi. Tényleg nem érted? Azt hiszem. Nagyon vicces mese, ugye Lili? Nagyon. Jaj, ez olyan vicces. Igen. Nézzük meg. Píp, 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 píp. Szóval ez volt az a piscsogás. Oh, sziasztok, mi vagyunk a új szomszédok. Ó, oh, örülök. Én vagyok Romeo. Ő itt Bella. Sziasztok. Ő magyarul. Jó napot. És ő itt a Vanília. És csoklom. Píp, píp. Most hagyjuk a cuccokat be. Most költözünk. Segítsünk valamiben? Nem muszáj. Sziasztok! Megnézhetjük a házat bentről? Nyugodtan gyertek, gyertek be! Gyertek! Ó, nagyon szép ebédlőtök van, meg kell hagyjam! Leülhetek? Nyugodtan! Igen, tényleg gyönyörű. Mint mehetünk játszani Vaníliával és Magyaróval? Menjünk. Igen. Nyugodtan. Gyertek, elvezetünk a szobánkba. Jó! Gyertek erre. Bocsánat, hogy kiírtem, valamit hozhatok? Gyertek! Jaj, nektek külön ágyatok van, nekünk egy közös. Alig férünk benne el. Aha. Jaj. Mit fogunk játszani? Nem, nekem mindegy. Én azt fogom játszani, hogy kipróbálom a egyedüli ágyat. Jaj, de jó pis. Fuha párna. De akkor mi most játszani jöttünk. Aha, csak. Mindig alszik. Már rájöttem. Tuki fényképező. Kösz. Megpróbálhatom? Nyugodtan. Így mi. Júj! Nagyon tetszik. Olyan szép. Csináljunk egy közös képet. Gyertek! Menjetek oda! Kormi, te is! Így. Tökéletes képlet, nektek is tetszik? Nagyon. Jaj, úgy örülök, hogy találkoztunk veletek. A régi, mi ez a szomszédaink, azok elefántok voltak, de ott nem voltak kisgyerekek, úgyhogy mindig unatkoztunk. Hanyadikosak vagytok? Ötödikesek. Én négy. Én is. Én csak aviba járok. Igen, én 10 éves vagyok, akkor még 9. Nyalóka még csak 3. Mink 11. Igen, mindkettő. Ez normális, ikrek vagytok. Na jó, van, menjünk játszani. Te vagy a fogó. Hey! Wow! Még egy kép. Juhú! Ágyon ugrálunk. De jobba! No, no!
tessék, ez az én specialitásom. Kóstolják meg. Remélem ízleni fog. Ó, megkérhetem majd a receptet. Tökéletes. Igen. Mindjárt hozom. Hát, ez az én feleségem. Ilyen piromsit. Akkor ezt mind megeszem. Na, nem illik. De hogy nem, ők hozták. Tényleg tökéletes. Na, itt is van. Nagyon finom volt. Akkor ölülhetsz, mert még csinálok otthon. Biztos jó lesz. Hát biztos nem olyan jó, mint Belláé. Köszönöm. Valami frissítőt is hozna, vagy frissítőt? Persze. Lettem ettől a hírek csodáját. Na, ha itt ütnél, te is mindig megenném, amit csinálsz. Tessék! Na, hozd! Tökéletes! Na jó, most mindig egy kicsit tévét. Na de, legyél már egy kicsit udvarias. Jól vannak, Loina. Nyugodj. Udvarias vagyok én is. Aha. És aztán garambolosztak hárman. A rendőrség azóta ma kijött, a ügyet vizsgálja. Nos, rendben. Nekünk most már tényleg mennünk kell, ugye, vetteren? Nem, még nem gondoltam meg azt a húslevest. Nem baj, gyere menjünk, majd csinálok neked húslevest. Nem olyan vino. Gyere, majd legközelebb még csinálok. Nehezebb téged elvinni, mint a gyerekeket. Karmi, nyalóka, Lili! Megyünk! Gyertek, tolj inni az apátokot! Bocsánat a kellemetlenségért, gondolom a sok fáradást, a főzését, meg mindenért. Tudják. Na jó, gyertek már! Nem bírom apátokat tolni! Itt vagyunk. Hát, köszönjük a vendéglátást! Viszlát! Akkor sziasztok! 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 Majd legközelebb megint jöjjetek. Mindenképpen, megígérem. Sziasztok!